Sziasztok, sziasztok, itt egy Mihoros, ez itt a LOL. Megpróbálok menni egy sima, klasszikus meccset, és megpróbálom esetleg midezni, esetleg táliával, de éppen ami jön, én azzal fogok menni, nem válogatok. Nekem minden szerep tökéletes ebben a játékban. No, mint elnézést kérek egyébként a fura és nagyon iszletesen fáradt fejemért, ugyanis most hétvégén volt a Real Gamers rendezvény, lent Kecskeméten, és 24 órás rendezvényről beszélünk, reggel 4-kor keltem, odaértünk már, nem is tudom, reggel akármicsoda, nem tudom hány óra volt, és reggel 6 órára értem vissza ide, másnap reggel 6-ra értem ide vissza haza a lakásba. Iszonyatosan fáradt vagyok, azóta persze eltelt egy nap, de nem is tudtam aludni sem. Volt dolgom bőven, ugye ti ezt a videót ugye később látjátok meg, mint az adott nap, de senki se féljen, én se félek, de szerencsére, ahhoz képest, hogy iszonyatosan fáradtnak érzem magam, remélem, hogy tudok majd teljesíteni a játékban. Nagyon kíváncsi vagyok erre a táliára, egyszer megvettem már a karaktert, nem mertem megvenni hozzá még a skint, mert hogyha olyan karakter, ami igazából nem az én világom, akkor most hagyom hadirkáljanak, hogy ki hogy hova kell menni. Elvitték topot, mindent ADC, dzsungel maradt, és a support. Na, kíváncsi leszek, hogy mindezik az Infinity, ADC az, de egyértelmű, hogy ADC, ugye, és akkor ki volt? Nezi megy topra. Jó, hát akkor a support is foglalva van. Nagyon jó. Jó, már megbeszéltük. Én ezt fogom használni. Nem tudom, kit vigyek így dzsungel. Yes. Dzsungler jó. Jó lesz. Evelynnel menjek, vagy mivel? Vagy Sivanázzak, vagy Kindred. Evelyn. Az éjszaka a fácsolom. Minden Evelynneztem dzsungelben. Úgyhogy ez így most... Flash-t hozzak, de én nem szeretek flash-t hozni. Egyébként dzsungelnek. Hát, hogy hülyeség, amit, hogy én, hogy azért nem hozok flash-t. Ez Fiesbed, jó, mert flash-nek olvastam. Ment? Úristen, a Fiesbedet hogy lehet flash-nek olvasni? Mindegy. Oké, elnézem, hogy fáradt vagyok. Kérlek, ti is nézzétek el. Jézusom, jó. Miss Fortune keresztül Sarah, Vayne pedig Shauna. Shauma Shampon meg Sarah Connor, értem. Na, igen. Szóval, igen, nem dzsungeleztem még Evelynnel, életemben soha. Úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas lesz most, jelen pillanatban. Félek is tőle, azért ezt meg kell valljam, igazából. Mert ez így nem akarok bénázni. Pedig fogok. Tehát ez egyértelműen, hogy fogok. Remélem, hogy a Zedünk, Lushanünk, illetve ugye bent a botunk, midünk és a topunk az elég jó lesz ahhoz, hogy ne kelljen annyira túl sokat menni hozzájuk. Igyekezni fogok. És ha Sivanával jövök, akkor nem paráznék ennyire, hogyha mondjuk Kindreddel, akkor szintén nem. Tanulom Evelynt, illetve Nidalét még tanulom. Nem megy. Nem megy. Nagyon nem. Nidale az így. Nem tudom miért. Nem, azok a kombo, nem. Evelyn az... Mondjuk talán. Náluk ki a... Ja, náluk a Fizz. Ok.
Jó, nézzük az ellenfélt, azt mondja, Lee Sin, Top, Fizz, ugye, Jungel, Blitzcrank és Draven lesz a botunk, és Talia lesz a midünk. Talia, mikor megvettem a karaktert, mentem egy saját magam által generált játékot, nagyon-nagyon nagy hátránya van a kújának, mikor dobálja ezeket a köveket. Ugye nem tudom hány követ, 4-5-5 dobál egyszerre, nem számoltam. És 3 percig ott marad az a kör, ugye a kimerített föld, tehát 3 percig nem tudsz abból a körből ismét 5-öt így ellenfélve csapni, csak is egyet. És annyi az előnye, hogy akkor úristen a manakosz megfeleződik, vagy ami ilyesmi volt, hogy a kújának a manája az fele lesz. De öcsém, ez hogy? Tehát, hogy azt a 3 percet szerintem lehet, hogy későbbiekben csökkentik, szerintem másfél vagy 2 percre, mert ez így számomra igazából abszurd. És egyáltalán nem játszható karakter. Nálam, nekem ez nem játszható karakter. Félnék egyébként tényleg kipróbálni. Most így Evelynt is, de egy alapban nagyon félnék kipróbálni. PvP-n. Mert... bitch please. Tehát, hogy... Jó, hát figyelj, nekem írjátok le, hogy... Hopsz, bocsánat, elfedettem ki a játékot. Jó. Szóval kérlek, írjátok le nekem, hogy nektek mi a, ha van Talia-s tapasztalatotok, akkor mi az? Mert nekem, úristen, és mivel kell kezdeni? Evelynnek. Q-val? Q-val kezdek. Nem tudom, hogy jól csináltam? Szerintem nem. De Q-val fogok kezdeni. És a sötétségből. De közben szerintem gyorsan megnézem Evelynn Jungle Season 6. Jó, Q-val kellett kezdeni. Utána Q, aztán E, aztán megint Q. Aztán dupla V. Jó! Hú! Jó! Majdnem megijedtem, gyerekek. Jó. Ja, hogy ki volt csatlakozva? Ki volt csatlakozva? Na, ezt megbeszéltem magammal. És ugye nem itt... Hopszlá. Nem írja, hogy hol kell kezdeni, de én itt fogok kezdeni. Ha muszáj. Itt fogok. Haló? Etetés. Közben írtam. Aztán E, aztán megint Q, aztán dupla V. Jó. Oké. Én össze-vissza nyomogatom a gombokat. Nem tudom, hogy jól csinálom-e, de szerintem nem. Első gyilkosság. Wow! What? Wow. Nagyon jó. Az éjszaka a pályára. Az éjszaka. Szerintem nem jól játszok vele, de megpróbálom. Aztán megint Q, aztán következőnek dupla V. Ezt most olvastam. A muszáj. Szerintem... 650. Jó. Hát jó. Megpróbálom a B-castot.
erre. Valahogy megölni. Szerintem nem fog sikerülni. Ah, nem, 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 nem. Jó. Jó, oké. Okay. Jó. Jó. Ez gáz volt. Nagyon gáz volt. Ha muszáj. Tum! Nem, cseréltek. Toppon van a Thalia. Thalia vagy, hogy a tökönbe hívják. De miért nem megy vissza? Hé! De ez a... Éven, dobott egy csontot! Egy ellenséget meggyilkoltak. Az éjszakában! Jó. Fagyasztom kicsit a lényt. Jó. Igazából a D-t rá akartam nyomni, csak nem jött össze. A sötétség. Ha muszáj. Ennyi. Egy a szívem. 2-1. Beállok, de megölt a dzsungelasszony. Jó, kérlek, aki tud Evelynnel dzsungelezni, az kérem jelezze, hogy hogyan kell. Mert... hopsz, hol? Mi történt? Ja. Mert nem tudok még. Tehát aki tud jó tippet, bármit, az jelezze nekem. Én nagyon szívesen, tényleg tudom, béna vagyok vele. Én ezt belátom, ismerem. Na. Én nagyon, nagyon szívesen várom a bármi nemű, tényleg. Jó, megyek föl topra. Az éjszaka. Mindez túl könnyű. Túl könnyű meg az anyád nénikéjét. Oh! A sötétségből. De nem tudom rányomni az izét, mert... Ó, van, oké, no problem. Egy szövetségest meggyilkoltak. Pedig próbáltam fel. Nem, de legalább feltartottam, ahogy hívják. Hát ez nem volt jó. Ez nem volt jó. Farmolom midet. Hát azt nem csináltam, bocs. Azt kivételesen nem csináltam. A farmolást miden. Kék. Ezt kell, nekem ezt olvastam. És ezt hiszem. Az éjszakába! Most tényleg megyek föl topra. Most már botom voltam kétszer. Topra lesz. Vagy topra megyek. Ha muszáj.
szövetségest meggyilkoltam. Kettő gyilkosság. Hívnak az árnyak. Ha muszáj. Én igyekszem a legjobban játszani, nem mindig megy ez, de hát... Tudom, hogy bánja kell vele. Én igyekszem. Esküszöm, igyekszem. Ha valaki tényleg tud játszani vele, én azt szóljon már lehet. Hívnak az árnyak. Az éjszaka a fágylam. Oké. Legalább megöltünk egyet. Oké. 340. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hát. A sötétségből. Mennyi kell? 500? Nem. Megyek, bevaldolom a salit. Azt be kell vardolni. Erre. Nem is tudom, mit is mondjak erre az Evelynről. Nem rossz, csak ugye még tényleg nem játszottam vele. Így... komoly így fenntartásaim vannak arról, hogy sikerül-e esetleg. Ha muszáj. De akkor indulj már el, Vimac. Kattintok, de nem kattint. Jó, nem baj. Ne nyom be ilyen erősen! Hé! Ezzel az áldozattal értékes időt nyert a csapatán. Tudom, hogy bánnak ember. Örülnek a fájdalmat. 3-1. Addig jó. Erre. Nincsen manám, a kéket el kéne hoznom. Érzem a félelmük szagát. Oh.
Jó lesz. Milyen sárkány volt? Az azt se tudom. Ez föld vagy mi a tök? Hegy. Sárkány. Akkor hegy. Milyen hegy? Hegy sárkány. Jó, akkor hegy. Hát azt mondja, hogy hegy, akkor felőlem hegy is lehet. Nekem aztán úgy igazából teljesen tök mindegy. Azt mondja, van egy alpésunk, ugye. Aha. És annál ezt szeretném. Most ezt veszem. Egy kis ez is, az is kell. Az éjszakába. Nagyon jó lesz az. Aztán megyek föl topra. Meg kell. Az éjszaka a fának. Oké, akkor ezek szerint föl is kell menni. Oh. Az éjszaka. Az éjszaka. Ezt így beoldottuk rendesen. Jól van. Ha muszáj. Jó, tényleg várom az Evelyn tippeket. És bocsánat, hogy nem beszélek túl sokat, de nagyon izgulok, hogy jó legyen. Tehát, hogy esetetek közben milyen szinten izgulok, hogy... Hogy egyszerűen tudjak teljesíteni a játékban, úgy, hogy nem játszottam Evelynnel. És benne van az a vágy, hogy igenis Miharu csapassad neki, és csinálj, és jó leszel, nem baj, nyugodjál lefele. Nem tudom, elhúzok. Nem, most fölmegyek topra. A sötétségből. Na jó. Menjél már láthatatlanba, 3-2-1 gyerünk. Hívnak az árnyak! Ez így jó volt. Hazament. Milyen gyorsan. Megyek le. Megbaszom. Erre hozd már, de miért ott másik irányba? Istenem, jó, akkor nem. Táliának nézzük, milyen vannak. Kéne egy kis... úgy ez egy kis varázstöréses dolog majd. Valamilyen formában és úton. Ugye sok... tehát varázs... ugye varázsos, igen, Evelyn. Ugye, meg ugye ez is a fizikai sebzéses is. Tehát egyben.
A sötétségből. Hívnak az árnyak. Három, kettő, egy, gyerünk. Az éjszaka a tárgyalom. Talia, azt kéne megcsapni. Az éjszakába. Ha muszáj. Húsan legyőzte a sárkányt, tökéletes. Jaj. Ha muszáj. Feladták. Miért? 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 Még simán lehozhatták volna. Pedig... De akkor nem. Kaptam egy kulcstöredéket. Hey, bitches. Nem volt valami jó. Szerintem. Jó, először játszottam vele, ez tény, de lehettem volna kicsit aktívabb. Féltem. Féltem, hogy elrontom. Nagyon-nagyon féltem. Tényleg, eskü, tehát így... Kovácsolok gyorsan egy kulcsimulcsit. Hogy jó legyen. Zsákmány. Van négy ládám. Hát szétbontottam, nincs rá szükségem. Na, akkor gyűjtsük tovább a kulcsokat. Megyek még egy meccset, csak hogy mindenki örüljön neki. Úgyni randomba. Hejj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 
ezt a Evelyn dolgot, Evelyn Bildet dzsungelbe, de jó. De jó. Szerintem megmondtam, de jó. Várakozunk, és... Várakozok. Hát, ha bejön valami jóság. Egyelőre még nem. Minek? Semmi gond. No. Na, még két. Már csak egy. Gyerünk, nyomd a gombot. Jó, és most is megint megvárom, hogy ki mit szeretne. Miss, az mid. Jó, mid dzsungel, ADC top. Akkor support, megmaradt. Oké. Akkor.
Mi legyek? Mi legyek? Milyen supportot szeretnénk? Hát Tarik az nem. Szonába vagy Szorakában gondolkozom. Akár még Zilean is jöhet. Vagy akár... egyszer mentem Akali supportot. Ott olyan bitch volt, hogy nagyon. Úgyhogy azt most nem fogok menni, ugye el is hozták. Any support? Talán? Te is játszanál? Csuda lesz! Any vagy Szona. Csak te hallasz engem idéző. Szorakam. Senki sem szenvedhet, amíg élek. Taliával biztos nem. Abár azt írják, hogy supportnak is elmegy, de... nem. Csak te hallasz engem idéző. Jó lesz. Melyik mesterművet játsszuk ma? Közben itt mondjam, írogatnak. Ezerrel. Ezerrel. Igen, Szona support. Na, nézzük ellenfélnél mik találhatók. Katyarina, Tarik, Kindred, Vayne. Vayne-t nem szeressük. Jajaj, ez a sok írás itten? Hát nem bírok ennyire koncentrálni? Vagy de. Ajaj, kezdem átvenni a hülyeséget Zsozétól. Ezt a sztorit el kell meséljem. Lent találkoztunk ugye Kecskeméten, a Real Games rendezvényen, vagy Gamer rendezvényen, nem tudom már mi volt. Mindegy, és nagyon, persze jó sok YouTube-ból, stb. Dízelék tökére el voltunk, szériós, stb. Beszélgetünk. És ugye én szeretem a Zsozénak nézni a LOL videóit, mert ugye olyan szövege van, hogy sírba fekszem tőle, és ugye megjegyeztem neki, hogy persze jó indulatból, mindenféleképpen, hogy rajtam is érződik szerintem az akcentusomon, illetve rajta is, ugye, hogy mi vidékről vagyunk, és ugye most költöztünk, ugye, vagy most, tehát Pesten érünk már azóta, de az ugye vidékiek vagyunk, és az meg is maradt ugye, hogy 20-akárhány év, meg ugye, mit tudom én, ugye lent éltünk vidéken, ugye, és az ránk ragad. Na igen, és így mondtam, hogy ezeket a poénokat, amiket ő így random mond, vagy kitalál, vagy nem is tudom, az így segít neki valaki, vagy egy instant jön a baromság, és sajnos instant jön. Bár nem sajnos, hol raktam? Nem sajnos. Benséges duet. És nagyon jól el tudtunk beszélgetni egyébként Zsozéval, tényleg ő is érződik nagyon rajta, hogy... üdvözlünk az idézők szurtokában. Hogy... Oké. Érzik rajta nagyon, hogy... 30 másodperc a milliónok indulásáig. Az én elmémből a tiédbe. Rámaradt ez a... jó kis vidéki stílus. És... érdekes, mert ugye mi jár ilyen találkozókra, meg ilyesmi. Ujj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 
nem igazán, hogy is mondjam, ilyen szociális, és ez fura volt.
Finoman. Imádom olvasni a csetet. Tökéletes ritmusban. De nem szeretem ezt a... Sonával nagyon jól lehet pókolni. Fontos, mint egy metronom. Viszont itt Tarik... Harmóniában. Tarik az jelen pillanatban... Rakok ide egy vardot, már félek. Hát hiába gurulták, és hogyha egyszer Q oda megy, akkor a Q oda megy. Ó, egy kindred jelünk van. Ez most... Mi? Mi? Ez most mi? Miért hillelt el magát? Miskrik, jó. Egy kis targoni áldás. Targoni? Ja, hílelt rajta. Oké. Az én elmémből a tiédbe. Semmi gond. Híleljél csak rajta. Mindjárt Q-val leszedem. Aztán mehet a manád a levesbe. Ez az! Menjen csak a mana a levesbe. Ennyi. Dupla. Dupla bitches. Dupla bitches. Jó van. Jó. El vagyok. Bocsánat. Nagyon jó. Jó kedvem van. Kúra rakok most. Nem, inkább az elmert, hogy jön egy meglepetés nőknek szól, akkor... What? Jó! Ja, nem jó. Azt hiszem, hogy Milotionünk volt. Bitch! Nagyon azt hittem. Ó-ó. Ó-ó. Ajaj. Zene általi rend. Nagyon azt hittem, hogy miénk volt. Hogy ott is van egy Lucian az ellenfélnél. Az úgy már problémás. Adagio idéző. Gyorsítsunk be, egyetértek. Benyomtuk eléggé a lényt. Úgyhogy én is vásárlok. Négy negyedben. Szeretem, amikor a Facebook így beleszól a játékba. Harmóniában. Bejöttem, hogy good job, azt hittem, hogy az én, vagy a mi kis Lucianünk megölte a Vayne-t, de így rájöttem, hogy nem, mert a ellenfél Lucian volt. Úristen. Jó. Finoman. Nem akartam paraszt lenni. Mert ez parasztság volt. Még egy Q. Gyere ide, Liban. Ez a Q. Még egy Q-val eltalálom. Akkor nagyon rich bitch lesz. Motherfucker rich bitch. Így, ezt így. Gyere csak ide. Tökéletes. Gyere már ide. Ne féljé. Nagyon motherfucker rich bitch. Utálom a Vayne-t pont ezért, mert össze-vissza ittem. Nem tudott volna megölni. Ennyiből nem.
Harmóniában. Ennyiből nem. Egyek rakok Vardot, mert... Jújjújjúj! Az én elmémből a tiédbe. Egy idéző kilépett a játékból. Hújjújjúj! Kilépett ki? Lucian? Vagy nem Lucian, mi az már? Lee Sin. Hajjaj, az nagy baj. Ellenség sorozatgyilkosság. Igen, a... Az én elmémből a tiédbe. Megmozdult, pedig. A... Jó. Ki kell lépjek Facebookba, mert jönnek itt ezek az értesítések, és így... Ez így nem... Ez így nem pálya. Fenséges duett. Ajajajajaj! Brioso. Jó van. Nem igaz, hogy nem látta, hogy hívják ott. Elkaptam, elcsíptem az uzáját. Or és hamu. Sose hódolj be. Ne menj be! Istenem, miért akarsz lenni? Most fel kell készülni, hogy jön a Kindred. Akkor... Akkor jön. És hajnom kell manát is, egy kúra. Na! Hatos lett! Hatos lett! Hetes most már. De rakom a dolgomat. Aztán bemegy, hallod, mert akkor megkapja a vén is a killecskét. Nem szabad soha kockázni. Tehát, hogyha tudod, hogy annyi leted, hogy kibírod még a toronysebzését, illetve egyéb finomságokat, akkor no problem. De ha nem, akkor inkább soha, akkor ne kockáztas. Tehát, hogy igaz, nincsen dzsungelesünk, ez így nagyon fog fájni nekünk, viszont... Viszont, hogy is vagyunk, most már ugye 1-3-ban van, ami nem király, és náluk a Lucian az azért az úgy kicsit elfidelve érzem, de... Meg van egy katyájuk, ami azért egy katya, azért katya. Megyek, teszek egy Vardot ide, hogy örüljön a májam. Ez itt most véget ér. Egyesülj a kozmosszal. A harsona erősödik. Ah, nem ért el, pedig jó lett volna, de nem ért el. Nem vagyunk még elég gyorsak. Nem vagyunk még elég gyorsak. Főleg, hogy nincsen lúsanunk, így nem... Lúsanunk? Miért vannak lúsan díszni helyett? Nem tudom. Mindegy. Ha nincs a lészinünk, így nagyon nehéz dolgunk van azért, hogy ide egy Kindred ugye bármikor ugye besitált az arcunkba. Ugye egy Kindred is bármikor besitált az arcunkba. Ja, igen, Kindred, ugye a midünk is, midesük is ugye. Győztünk! Ahogy mindig, kedves farkas. Sose hódolj be! 3, nem fognak utolérni. Nem fog tudni utolérni. Egy ellenséget megtudom.
Nyomanál tartalékolok. Harcolj tovább! Nem megyünk ki, nem megyünk ki. Most! Mindig csak előre! Jókor jelzi, hogy nincs ott. Már jó, nem leszek szemét, mert biztos bénen azt, hogy tényleg nem mondod, hogy nincs ott. Ja, Istenem, a Lee Sin-t riportolhatom már megint. Harmóniában. Istenem. Lee Sin, hogy a Roshanük az így lenne, lesz jó. Roshan. Gyorsítsunk be, egyetértek. Na, akkor ezt nem tudod, mit kezdeni már. Most már geci leszek, bocsánat, de... Az én elmémből a tiédbe. Nem tudok egyszerűen... Egyszerűen nem tudok... Ops. Kicsit félre raktam, de jó. Az igazság. Még elérte a szélét. Jó. Négy negyedben. Egy tornyomat lerombolták. Jó van. Ki hitte volna. Benséges dolog. Jó. Tökéletes ritmusban. Így sajnos ez az elfidelt Lucian-nel fönt toppon, ez így nagyon nehéz lesz. Finoman. Sajnálatos módon. Pontos, mint egy metronom. Kis kúzok egyet. Hív az örök alkonya. Hiába játszunk egyszerűen jól, hogyha... Hogyha egyszer ilyen dolgok vannak itt. Az én elmémből a tiédbe. Basszus. Senna! Megállítva. Gyorsítsunk be, egyetértek. Tökéletes ritmusban. Káprázni fog a szemét. Nincs manám, az a bajom. A harsona erősödik. Sajnos riportolnunk kell itt, úgyhogy...
Brioso, brioso. Igen. Nincs más hátra, sajnálatos módon nagyon rá kell állnom. Akkor egy ilyen OP varázserős kombóra. Gondoltam. Na, hol van már? Gyerünk, még ötöt. Gyerünk, hogy... Négy negyedben. Futi, futi. Ez most miért? Csak a toronyért. A toronyi láttál Véninek egy killt. Az úgy kurva ügyes volt. Bocsánat, de... Toronyért. Az nagyon nice. Toronyért fideljük a izét, a... Hogy hívják ott? A... Véniüket. Az úgy kell. Pontos, mint egy metronom. Jó van. És azért nincs itt, hogy megvédje velem a tornyot. Fenséges tőle. A drága kő remekül leköti a figyelmet. Pontos, mint egy metronom. Hord és hamu! Tökéletes ritmusban. Akkor nem igazán tudod hozzászólni a dolgokhoz. Ott a Katarina. Jó. Jó, hát én szuppap vagyok, értem, nem kap semmit konkrétan. Tehát ez így oké. Nézzük. Egy ilyet fogok szerintem bevásárolni. Ugye varázstöréssel rendelkezik. És varázsellenállással is. Úgyhogy nem érkezem el, hogy mindenki hív telefonon. Mindig akkor, amikor éppen videóznék. Adagio idéző. De ezt már ugye rendszeresen... Na, megszoktam. Na jó, oké. Jó van, így most meg tudja csapni, jó van. Ez itt most az ennyi a kozmosszal. Élvezd a ragyogást! Nem tudom, miért nem azt tölik, akinek sebzése van, de... De mindegy, nem baj. 4-65, még 100 píz kell. Hogy állunk? Na, 6-3-ra van, 1-2, hát a support az nem... Igen, még megnyerhető teljes mértékben, tehát ez... Ugye, nem szabad feladni. Az én elmémből a tiédbe. Nem fogok várni, izét, hogy megvárjam a goldot, amíg összejön. Négy negyedben. Igen, megnyerhetük volna, igen, hogyha Lee nem AFK, ugye, ha bárcsak ez egy normál játék, de... Azért szeret az ember nyerni, én úgy gondolom, én is szeretek nyerni. Jó, hogyha valaki... Tökéletes ritmusban. Nyerecskél. És én szeretek nyerecskélni.
gyorsítsunk be, egyetértek. Harcolj tovább! A kocka elvált. Igen. Nincs itt a kindrem. Jól van. Takunk ide egy ilyet. Kettő zsírkossága meg a Madulsonunknek. 5-3-ra van. Jó. Minden is jó. Vagyis nem, mid? Top vagy miattok? Top vagy miattok? Nem tudom. Katarinát nem szabad, hogy elfidelődjön. Annyi a lényegem. Ugye használhattam volna az egyest, és most eszembe nem nyomtam meg. Hogy belassuljon. Na most már mindegy. Egy ilyet. Pontos, mint egy metronom. Egy AP szonát fogok gyúrni, ami azért kell. És ugye ezt le kéne. Le kéne szedni ezt itt. Négy negyedben. Fenséges duett. Egy ellenség. Igen, Akali most már azért ráérzett. Hat, öt másodperc vardom. Bevardolom. Nincs ott senki, jó. Harmóniában. Ne. Ez nem jó. Por és hamu. Fenséges duet. Jó, ha Kata beugrik, akkor leizélem. Lekillelem. Ennyit jelent az AP szona. Ennyi. Csók, kalapkabát. Varástöréssel minden szépségével együtt. Tökéletes ritmusban. No. Okés. Négy negyedben. Fontos, mint egy metronom. Közben figyelek erőteljesen. Az én elmémből a tiédbe. Csak közben viszket a lábam, és nagyon rossz, nem tudom megvakarni. Harmóniában. Ajajaj. Az hogy ment át rajta? Nice. Adagio idéző. Most farkas! Rajtam a sor! Gyerünk, farkas! Viport! Fenséges!
ennyi! Négyen, ötet! Ötet? Ezt jól megmondtam. Ötet? Mi ez a szó? Mi az, hogy ötet? Ötöt! Úristen, ötet! Ötet. Az úgy. Van, aki segítsen már! Leszedni? Akali? Akkor nem. Akkor hagyjuk. Ötet. Ezt a szót sokáig fogom még magamnak mondogatni. GG ötet. 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 Bocs, de... hogyha... nem tudok értelmesen beszélni, akkor így magamat is kiröhögöm. Tehát ezzel nincsen probléma. Ötet. Jó. Hát ötet. Na, ötet, gyere! Menjünk! Pontos, mint egy metronóm. Midünk az el fog esni, az a torony. Egy ütés, aztán... Hát az... Jaj! Ez itt most véget ér. Köszönj szépen a drága köveimnek! Törd meg az Vége van! Túl jók vagyunk. Előnyük van, nagyon sok. Tehát, hogy egy már az a plusz egy ember. De mégis. Menjünk. Jó volt, jó ötlet volt Sanát hozni, mert... Fenséges duett. Jó. Csapassuk be ezt a karikát ide. Úristen, ez most Zsozés volt. Oh, bocsánat. Az én elmémből a tiédbe. Szóval, good job, fiúk, hát lány, de jó lesz az. Így, amikor azt mondjuk, hogy fiúk, én mindig kiszoktam kitűzni, azért érezzék, hogy egy lány is tud olyan szinten. Gyorsítsunk be egyetetek. Tud azért, nem, hogyha sokat gyakorol, és nem... nem hisztis picsa, akkor és odafigyel a játékra. Pontos, még ha nem tökéletes a játéka is, mint nekem, mert nekem nem tökéletes a játékom, egyáltalán nem. Na, épp ez a gyakorlok. Akkor... akkor izé... akkor nyerhető a meccs 4v5-ben is. Tehát ezért ez megmutatta. Pedig nagyon féltem, hogy most így, ennek a meccsnek így konkrétan teljes mértékben vége van. Mert... Egy ember meghal közülünk. Hát előfordul az ilyesmi. Hapszlá, megcsípett.
Hopszlá, az a magic sebzés. Feladták. Azért jó volt. Hű, jó, erre a meccsre kivételesen büszke vagyok, ha nem mentek. És az első meccs Evelynnel az így nagyon... Kaptam még egy kós töredéket, hát most nem tudok csinálni. Ez a hardcore killer, hát most így nem tudom, hogy most valószínűleg... nem tudom, hogy ilyen riportolja meg vagy sem. Mert valószínűleg internet problémái lehettek, ugyanis 4-es szinten csak úgy nulla halállal, meg ilyesmivel nem lép ki az ember. Csak úgy. Vagy azért, vagy internet problémája van, vagy ugye... Itt tudom, én gyorsan el kellett mennie. Viszont akkor is sajnálatos módon én szoktam. Nem tettek róla. Van, kérem Sprite. Jó meccs volt, ugye a Vayne az így 1-10-ben nem volt a toppon, és ez szó szerint nem volt a toppon, a Katarinájuk szintén. A Lucianjuk az viszont jó volt, viszont egy idő után ugye ráment a fókusz. Így ugye tudtuk, ugye Kindred és a Lucianra ment a fókusz, így tudtuk lehozni a meccset. Ajajajaj. Mert ugye, ha megnézitek ugye, hogy a Tarik ugyanek szinte ugye alig van, ugye nincs is sebzése, éppen hogy csak. Ugye a Kata azért ő erősítette magát rendesen, tehát hiába neki azért, abban ott azért van sebzés. A Vayne ugye statikus töltőpengét vett elsőnek, én nem azt vettem volna, de ez már csak az én dolgom. Na mindegy, igazából, de később kezdett el ugye kicsit sebzésre így gyúrni, ami szerintem egy Vayne-nek azért nem, ugye neki ugye fontos az, hogy minél gyorsabban tudjon lőni, viszont nem ezzel a tárgyal kezdtem volna a játékot, hanem mondjuk egy lepaszított királykardjával például. Utána raktam volna össze ezt a statikus töltőpengét. Jó, hát jó, akkor ezt el is mondtam, amit szerettem volna. Elég volt ez a játék. Ha bármi észrevételetek van, nem jól csináltam valamit, tippetek van, stb., akkor nyugodtan írjátok meg, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hiszen tanulni szeretnék. Jó, hát oké, hát akkor minden szépen köszönök, és további kellemes napot kívánok nektek, úgyhogy sziasztok!